Segítünk rajta.
Halál hang, ünnepi szó, égi harang, megszületett Jézus az Úr, minden világ térdre borul, senki a hír, angyali hang, ott hagyatott mennyei rang, hírnöke most bárki lehet, kisgyerekek és öregek, szent üzenet, zengje harang, szóljon a hír, szálljon a hang, Betlehem felett nyílnak az egek, mindenki jöhet, hírnöke lehet. A segeken a harangszó, a magas segeken a harangszó, csendeti most Istenitek, Jézus az Úr megszületett, csendül az ég, angyali hang, ünnepi szó, égi harang, megszületett, Jézus az Úr minden virág térdre borul, szenni a hírt, angyali hang, ott hagyatott mennyei rang. Hírnöke most bárki lehet, kisgyerekek, kisöregek, szent üzenet, zengje harang, szóljon a hír, szálljon a hang, Betlehem felett nyílnak az egek, mindenki jöhet, hírnöke lehet. Csak magas egeken a harang szó, csak magas egeken a harang szó, érteti most Istenitek, Jézus az Úr megszületett, szende világ érte borul, zengje harang, Jézus az Úr. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Mennyből az angyal, hozzánk pedig maga Jézus jön el mindig. Akkor a pásztorok nagyon örültek. Mi még jobban kell tehát, hogy örüljünk. Adja Isten, hogy ez az éjszaka, hogy úgy mondjam, földobjon bennünket, és valóban szinte ne érje a lábunk a földet, annyira boldog legyünk, mert ezen az éjszakán összeért az ég a földdel. Az ige megtestesült Názáretben, és világra született Betlehemben. Így énekeljük, így imádkozzuk az egyik szép karácsonyi énekünkben. Ezt a csodát jöttünk ünnepelni, már erre az éjféli misére is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel tudjunk imádkozni.
gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor én sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, Istenünk, te az igaz világosság felragyogásával teljesítetted fényességedet ezen a legszentebb éjszakán. Kérünk, hogy akik fiad megtestesülésének tündöklő titkát megismertük a földön, az ő örömeit is elnyerjük a mennyben. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, békefejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Amen.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményük boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzdolkodó, választott népé tegyen. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Quirinus volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr fényessége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk, ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel, kisdedet találtok, pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Isten dicsőítve ezt zengték, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves jó testvérek, az is lehet, hogy az elmúlt 5 évben, mióta itt vagy a Kartalon, már mondtam, de valahogy most megint kikívánkozik belőlem, az igazi mondandóm bevezetéseként az az aranyos történet, miszerint egy ilyen évféli misén, vagy inkább legyen húsvét. Egy húsvéti misén többek között a falu egy szem csigánya is ott ül a padban, és hallgatja az evangélium felolvasását, és hát mit olvas éppen a pap? Mondjuk azt, hogy az utolsó vacsora után Jézus pedig tanítványaival együtt kiment a Kedron patakon túlra, a Getsemáni kertbe, az olajfák hegyére. És nem bírta ki szegény Gazsi, bekiabált. Miért megy oda? Tavaly is ott fogták el. És igaza volt, még emlékezett rá, hogy tavaly is úgy folytatódott a történet, hogy ott aztán elfogták, letartóztatták, és megkezdődött
Jézus szenvedés története. Na azért mondom, hogy most kikívánkozik belőlem az igazi mondandóm bevezetőjeként, mert azon gondolkozom, hogy nem unalmas-e újra és újra hallanunk például a mai evangéliumot. Mert én remélem, hogy aki itt jelen van és jól ismeri, vagy legalábbis valamelyest ismeri a Bibliát, az az első egy-két mondat után, ha azt mondtam volna, hogy na, én nem tudom tovább olvasni, akkor folytatta volna, mert már ki ne tudná, hogy hogy folytatódik az a történet, hogy Augustus császár idejében népszámlálás volt, Szíria helytartója, Quirinus volt, stb. És ez így igaz. És mégis, de erre a kérdésre próbáljunk ma választ keresni, miért? Miért kell újra felolvasnunk ezt az evangéliumot? Miért kell minden évben ünnepelnünk karácsonyt? Miért nem úgy vagyunk ezzel, mint mondjuk a bérmálással, ami nem tisztelet a kivételnek, aki esetleg többször is bérmálkozott, hallottunk ilyenről. Szóval, amit egyszer meg kell tenni, megünnepelni Jézus születését, aztán kész, az egy egész életre szóló kellene, hogy legyen. Miért nem? Nos, azért, mert talán nem sértő, ha többes szám első szemében mondom, éppen ezért, azt mondhatjuk, hogy könnyen felejtünk, hogy olyanok vagyunk, mint ahogy viccesen szokták mondani, mint a kis elefánt, aki nehezen tanul, de könnyen felejt. Na meg itt nem lexikális ismeretekről van szó, ez talán a legfontosabb. Nem egyszerűen folytatni kell tudni a történetet az első egy-két mondat elhangzása után, hanem sokkal komolyabban kell vennünk. És ezért ránk fér, hogy 365 naponként halljuk, mi is történt 2000 évvel ezelőtt. Ezért hát kedves Kartali testvérek és kedves televíziónézők, akik most éppen a tévének köszönhetően látják és hallgatják ezt az éjféli szentmisét, most megint próbáljuk komolyan venni, ami 2000 évvel ezelőtt történt. Hogyan tudjuk komolyan venni? Úgyhogy gondoljunk bele abba, hogy nem mindenki ünnepelhette meg Jézus születését földi életében, mert hogy előbb élt, mint Jézus. Jézus 2000, mondjuk így a könnyebbség kedvéért, 2016 évvel ezelőtt született. De hát emberek éltek 3-4-5 ezer évvel ezelőtt is. Egyiptomi utam során emlékszem, nem csak a három hatalmas nagy piramist néztük meg, hanem az úgynevezett lépcsős piramist is, Dzsoszer fáraó piramisát, ami, tessenek megkapaszkodni, 4400 évvel ezelőtt épült. A másik három az csak olyan 3200 éve. 4400 évvel ezelőtt. Akik akkor ott építették ezt a furcsa, még nem lapított oldalú piramist, nem tudhattak arról, hogy valamikor is egyáltalán megszületik Jézus, de főleg nem gondolhattak és emlékezhettek rá, úgy, mint ahogy mi már emlékezhetünk rá. És mégis, ha már Dzsoszer fáraó piramisát említettem, hát mi vezérelte őket abban, hogy egy piramist, egy síremléket, mégpedig nem is akármilyet, méretét tekintve, kialakítását tekintve fölépítsenek? Nos, kedves jó testvérek, érdekes dolog, a lelki ismeretük. Mert még sehol nem volt a megtestesülés, már valahol érezték, hogy van egy másik világ is. Hogy a földi élet után vár ránk egy másik világ. És ezért alakították ki ezekben a hatalmas mauzóleumokban, akkor még nem annak nevezhették, síremlékekben a sírkamrát, és raktak bele mindent, ami csak esetleg jól jött annak a halottnak abban a másik világban. Megérezték. De ennél tovább nem juthattak, mert a saját eszükből és a saját képességeikből többre nem tellett. Csak sejtették, mert ilyennek teremtette Isten az embert, hogy sejtse, érezze, hogy az nem lehet, hogy a teremtmény 60 évig, 80 évig, vagy 100 évig él, aztán kész, ami volt elmúlt, volt nincs. Érezték, hogy nem lehet.
de Krisztus előtt még pontos adataik semmiképpen nem voltak erről a bizonyos túlvilágról. No már most, mi már 2000 évvel Krisztus után vissza tudunk tekinteni ebbe a múltba, ráadásul valóban nem csak Jézus születéséig, hanem sokkal nagyobb távolságba, teszem föl 4000 vagy akár 5000 évvel ezelőtti eseményekre, amennyi információnk van róla, mindent nem tudhatunk. Olyan ez most eszembe jut hirtelen egy példa, mint amikor az ember autót vezet és belenéz a visszapillantó tükörbe. Ha egy jól világító autó jön mögöttem, hát akkor azt látom valamelyik tükörben. Talán látom, hogy 300 méterre mögöttem mi van. Aztán vége, hogy 2000 méterre tőlem mi van, ahhoz már nem elég a visszapillantó tükör, ahhoz valami más kell. Ha már a 2000 évet mondtam, akkor azt is kimondom, mi kell hozzá, hogy ilyen távolságban tudjunk nézni a Biblia. Mert a Biblia oda vezet bennünket, mint egy visszapillantó tükör, ahol például Jézus élt 2000 évvel ezelőtt. Ezért kell újra és újra kezünkbe venni, és elolvasni, mit is ír arról a legjelesebb néhány esztendőről, és azon belül a lehető legjelesebb néhány esztendőn belüli óráról, napról, arról az első karácsonyról, ami ott Betlehemben lejátszódott. De, kedves jó testvérek, egy autónak nem csak visszapillantó tükrei kell, hogy legyenek, hanem legalább ennyire fontos, hogy jó lámpái is legyenek, hogy reflektorfényben tudjunk például pláne sötétben is közlekedni. És akkor megint ott van ez a furcsa kettősség. Látok, de nem mindent látok. Látom, hogy előttem 50 méterrel mi történik az úttesten, kimegy előttem, stb. De hiába vannak fölkapcsolva a lámpák. Nem látom, hogy mi vár rám egy kilométerrel odébb. Főleg nem 20 kilométerrel odébb. És most már egy kicsit a távolságot állítsuk át időre, nem látja az ember, hogy mi vár rá, teszem föl egy év múlva, 10 év múlva, vagy 50 év múlva. Na azt tudjuk, hogy 100 év múlva már itt a Földön semmi, de megint csak ki tudjuk következtetni, mert ilyennek alkotott bennünket az Isten, hogy vár ránk akkor is valami, amikor, ahogy Gárdonyi mondja, mögöttünk bezárul egy ajtó, de kinyílik előttünk egy másik ajtó. Túlvilág, másik világ, egy másik élet. Na, kedves jó testvérek, ezért van szükségünk arra, hogy minden esztendőben újítsuk föl ismereteinket, újítsuk meg mindazt, amit tudunk, hallunk, olvasunk Jézus koráról, vagy az azt megelőző korokról, hogy aztán fölkészüljünk arra, ami pedig előttünk van. Olyan ez, egy ilyen fölolvasás, mintha valóban bekapcsolnánk a reflektort, hogy lássunk előre, mert enélkül nincs értelme a visszatekintésnek. Tehát azt mondhatjuk nyugodtan, hogy nem kellene karácsony, ha például mindent tudunk, hogy mi lesz egy év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva. De kell a karácsony, kell az előretekintéshez szükséges visszanézés, és akkor tudom igazán hasznosítani az ismereteimet. Kedves jó testvérek, zavarban vagyunk, ha meg kellene mondani, hogy vajon változtunk-e évről évre, karácsonyról karácsonyra. Beletekintettem valamelyik nap a tavalyi televíziós fölvételbe, hát csak a jókedvem eredményeként hadd mondjam, hogy azon mosolyogtam, hogy így a prédikáció alatt is a kedves kamerás végig pásztázta a híveket, hirtelen majdnem megtévesztett a látvány, mert azt hittem, hogy Kínában történt a fölvétel. Mert valahogy úgy átmentünk egy kicsit, előbb-utóbb az évféli misén mindig megtörténik ez, ilyen lapos szeműbe. Ez a rendje. Mert hát ilyenkor rendes ember alszik, csak a még rendesebb nem alszik, hanem eljön az éjféli misére.
A betlehemi történet kimeríthetetlen. Most csak egyetlen dolgot szeretnék belőle hangsúlyozni, mégis kiemelni, és ez az a fantasztikus szeretet, ami abból sugárzik, olvasható ki, hogy ott egy kisbaba van. Megtehette volna ugyanis, ha valaki még nem gondolt rá, most gondoljon rá, a Jóisten, hogy egyszerűen úgy egy felnőtt férfi alakjában jelenik meg az emberiség történelmében, az idők teljességében, tehát teszem föl azon a bizonyos első karácsonykor. Hogy egyszerűen híre lett volna, hogy Jerikóban van egy férfi, aki tud beteget gyógyítani. Vagy hogy éppen a Genezáreti tópartján valaki besegített ott néhány halászmesternek, és rengeteg halat fogtak. De nem. Itt az egész történet azzal kezdődik, hogy egy gyermek, egy újszülött jelenik meg a történelem színpadán. Azért lényeges ez, és ha csak egy kis epizódját szabad kiemelnem ezen az estén a teljes történetnek, ezt akarom kiemelni, mert ebből derül ki, hogy itt nem egy valamilyen, ki tudja milyen egyszerű történet játszódott le 2000 éve, hanem az Isten szeretete lett nyilvánvalóvá. Mert hát az Isten szeretetének köszönhetjük, hogy képes volt belebújni egy csecsemő bőrébe. Hogy képes volt arra, amit itt most az új Betlehemnél is láthatunk a templomunkban, hogy úgy jelenjen meg, hogy szinte semmi nem látszik abból, ami majd történik vele, aminek majd főszereplője lesz. Melyikünk szeretne, vagy nem az, hogy szeretne, egyáltalán melyikünk vállalná, hogy egy létrenddel alacsonyabb szintre süllyedjen, mint ahol élhet az ember. Melyikünk irigyel egy pálmafát, pedig gyönyörű, mégse gondolunk arra, hogy de jó lenne pálmafának lenni, de még csak egy gyönyörű zebra se szeretnék lenni. Jó, meghagyom mindenkinek a lehetőséget, ha valaki akar, hát legyen, vagy akarjon, én nem. És mondhatnám a legfantasztikusabb növényeket, vagy állatokat, vagy melyikünk szeretne netán egy sziklaszírt lenni. A Himalája valamelyik csúcsa 8000 valahány száz méter magasságban. Remélem, hogy vagyunk annyira józanok, és tudjuk, hogy mi az, hogy embernek lenni, hogy véletlenül sem fogalmazódik meg bennünk más vélemény, mint hogy mi vagyunk a teremtés csúcsa, a teremtés kvázi koronája, mert emberek vagyunk, és a világ minden kincsért sem lennénk másokká. És az Isten? Képzeljük csak olyan gyermeki hittel és képzelő erővel magunk elé a Szent Háromságot. És most az egyszer megengedem, hogy valóban egy nagyszakálú férfit lássunk, amikor a mennyei atyát akarjuk látni magunk előtt, aztán hát egy fiatal embert, amikor a második isteni szemét képzeljük magunk elé, és akkor ebből az isteni szférából, létrendből egyszer csak az ő akarata szerint emberré lesz az Isten. Egy teljesen más világ. És fölvállalja még az emberi sorsban is az egyik legjelentéktelenebb nemzetbe való beleszületést, az úgynevezett választott népbe való beleszületést, és még azon belül is az egyik legjelentéktelenebb kis faluban való megszületést. Betlehem egy nulla volt sok más komoly nagy településhez képest, ami akár csak 50 vagy 100 kilométerre volt Betlehemtől. És az Isten onnan föntől kiválasztja ezt a helyet, és ott születik meg. És fölvállal mindent, ami csak az emberi sorssal jár. A legnagyobb dolog szerintem például a helyhez kötöttség. Magam, aki szeretek, inkább már csak múlt időben szerettem utazni, hát bizony nehezen fogadom el, hogy mostanában már erre nem nagyon kerülhet sor. De hát gondoljunk bele, az Isten mindenhol jelen tudott lenni, és jelen is van. És akkor ezt a létet fölcseréli Jézus egy helyhez kötött állapottal. Mert Jézus már
hol Jerikóban volt, hol éppen Betániában, de egyszerre két helyen nem. És időben, minden évben öregedett Jézus. Volt gyermek, volt tinédzser, volt 20 év fölött, volt 30 éves, olyan nagyon nem folytathatom, mert 33-nál több évet nem élt itt a Földön. De mindent, a test gyengülését, a képtelenséget sok mindenre megélte, megtapasztalta az emberré vált Isten. Ennyire szeret bennünket, ez a lényege az egész gondolatsornak. Ez az, amit megint csak nem győzünk újra és újra hallani és komolyan venni, amikor ilyenkor karácsonykor eljövünk a templomba, mint itt most ebbe a gyönyörű kartali templomba. Micsoda végtelen szeretet. És akkor mit kell, hogy tegyek? Hát egyszerűen megmondta, hogy mit. Szeressük egymást. Szeressük egymást, mi emberek. És egy kicsit szomorkásra fordítom a hangulatot és a hangsúlyt, ha megemlítem, hogy amikor most olvastam, hogy Szíria helytartója Quirinus volt, de azt hiszem nem kellett, hogy olvassam, ha csak hallottuk, akkor is eszünkbe jutnak a mostani napokban elhangzott híradások, többek között Szíriáról. Kedves jó testvérek, szükségünk lenne arra, hogy komolyan vegyük az evangéliumot. Szüksége lenne az emberiségnek arra, hogy egyszer elkezdjük úgy szeretni egymást, ahogy az Isten szeretett és szeret most is minket. És akkor nem csengene olyan fájdalmasan a fülünkbe, ha azt mondom Szíria, vagy éppenséggel Észak-Afrika, vagy akár Európa, Németország, vagy Magyarország. Nem hálózná be, szőné be, mint egy pókháló ezeket a neveket a szörnyű jelen, ami most folyik a világban. Mert bizony most ezért kellett, hogy hallgassuk ezt az evangéliumot. Most 2016 karácsonyán ezen kell gondolkoznunk, hogy nem, de rajtunk is múlik. Sőt, a mindenható Isten megadta a szabad akaratot, majd, hogy nem elsősorban, rajtunk múlik, hogy mi lesz. Azt mondtam az előbb, autóban ülve látok előre 500 métert, jó esetben, sokkal többet semmiképpen. Ugyanígy kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lesz. Hát ne csak kíváncsiak legyünk, hanem tegyünk azért valamit, hogy több ezer kilométerrel odébb is, és talán több száz évvel odébb is, mint amiben most élünk, boldog legyen az az ember, akiért az ige megtestesült. Akiért. Mert ezt kell, hogy komolyan vegyük, ezt az ért három betűcskét. Mert értelme kell, hogy legyen az életnek. Értelme van az Isten oldaláról annak, hogy emberré lett, hogy csecsemőként megszületett. Mi is értelmes, magyarul céltudatos életet kell, hogy éljünk. Lássátok, akik anyák vagytok, vagy nagypapák vagytok, hogy a kérdés ez, mi lesz az unokáddal? Hogyan fog élni? Lesz-e anyja, apja a dédunokádnak? Vagy csak egy szülő lesz, ráadásul mivel a csonka családokat érdekes módon néha még jobban támogatja ez a világ, mint a rendes családokat, hát ilyen csonka családban kell, hogy éljen. Nem lesz édesanyja vagy édesapja, mert a szülei elválnak, ő már lassan meg se ízleli, hogy mi is az házasságban élni, áldozatot hozni gyermekért. Nem lesz már, aki fölhívja a figyelmet arra, hogy bűn az, ha elveteted a gyereket, vagyis hát majd 100 év múlva még többen veszik el, vetetik el a gyerekeiket. Még több bűnt követel az ember, még több áldozatot kell, hogy lássunk a föld kerekén? Na ezekre a kérdésekre a válasz nem lehet más. Szeretnünk kell egymást jobban, mint eddig. Isten példáját követnünk kell. Az ember felé fordulva kell, hogy egy hasonló áldozatot legyen képes hozni, mint amikor Isten meghozta a legnagyobb áldozatot. Emberré lett, aztán ráadásul feláldozta önmagát a kereszten, hogy megváltott emberek legyünk.
Az első tehát, adjunk hálát. Adjunk hálát, hogy mi abban a korban élünk, amikor már ismerjük Jézust. De tegyük fel a kérdést, vajon mennyire ismerjük? Mint hogy Szent Pál apostol mondja, hogy mennyire fontos lenne megismerni, még jobban megismerni az Istent. Megismerni Jézust. És aztán vegyük észre, hogy a staféta botot egy kicsit a kezünkbe adta az Isten. A teremtéskor már így tett, amikor a férfit és a nőt teremtésében munkatársaivá nevezte ki, és ahhoz adott neki képességet, hogy újabb és újabb ember szülessék a földre. De ugyancsak Istentől kapott ajándékunk minden cselekedet, amellyel gazdagítani tudjuk az életet. Gazdagítani, nem terített asztallal, és nem ilyen-olyan ajándékokkal, amelyekért képesek az emberek órákig sorba állni a bevásárlóközpontokban. Igazi karácsonyt kívánjunk egymásnak, és tegyünk is mindent meg azért, hogy igazi karácsonya legyen a népnek, az emberiségnek. Ne csak finom falatokat akarjunk magunkhoz venni, ne csak a családot akarjuk úgymond újra meglátogatni, mármint egymást, és esetleg együtt eltölteni néhány órát. A családban is legyen család taggát téve az a Jézus. Üljön ott az asztal mellett lélekben ő is. Szólaljon meg ő is. Mutasson jó példát mindenkinek, aki a családban ott van az asztal mellett. Ekkor lesz értelme a karácsonynak. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő a következő 12 hónap. De vigasztalásként mondom, ha nem sikerül még tökéletessé tenni ezt a földgolyót, mert talán még nem tudjuk megtenni azt, amit pedig kért Jézus az ő közvetlen tanítványaitól, ugyanúgy, mint kér tőlünk, hogy menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet és minden nemzetet, mert hogy a kereszténység mentheti meg a világot. De ha ez most egy éven belül nem sikerül, még mindig nem sikerül egészen, föl a fejjel ígérjük meg egymásnak, egy év múlva újra találkozunk. És egy év múlva újra meghallgatjuk ezt a fantasztikus történetet, és bocsánatot kérve az Istentől, hogy 365 nappal később, de megint elhatározzuk, hogy szebbé szeretnénk tenni a világot. Hogy Jézussal együtt akarunk élni, és Jézus szeretetével akarjuk szeretni egymást. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Testvéreim, ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten. Örvendező szívvel térdeljünk jászola elé, és úgy kérjük őt. Add, Urunk, hogy betlehemi csillagot fénysugara világítson be minden ember szívébe. Védj magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és az elhagyottak. Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled. Töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon. Urunk Jézus Krisztus, Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál,
hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is, aki élsz és uralkodol mindarakkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd kegyesen mai ünnepi áldozatunkat, hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által eljussunk üdvözítőnk dicsőségére, akiben emberségünk már egyesült az Istenséggel, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Világra jöttének most ünnepelt szent titka révén láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten. Az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt, hogy önmagában felemeljen mindent, ami veszni indult, így helyreállítsa a világ rendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja. Ezért mi is dicsőítünk, az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek én sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, jegyesével, Szent Józseffel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Béke veled. Béke veled. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, örvendezve ünnepeljük megváltónk születését. Kérünk, add kegyelmedet, hogy hozzá méltó életünkkel dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, igazán boldog, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Örüljünk annak, hogy ennek az ünnepnek három ünnepi szentmiséje is van minden esztendőben. Ez volt az első, az éjféli mise, de aki teheti holnap, és karácsony másnapján is jöjjön el szentmisére. Itt Kartalon délelőtt 10-kor és este 6-kor lesznek a szentmisék karácsony ünnepnapjain. Örüljünk annak, hogy ilyen gyönyörű díszben van templomunk, mindenki láthatja, de akinek van kedve, ha még nem volt itt azóta, hogy a színes ablaküvegekkel gazdagodott a templom, valamint Szent II. János Pál pápa vérerekéjével, most pedig az új Betlehemmel, akkor ez nyugodtan mise után vagy ma, vagy a holnapi szentmisék előtt vagy után. Nézze meg ezeket a csodaszép dolgokat, amelyekkel még szebbé tesszük templomunkat és a benne lejátszódó ünnepi eseményeket. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Járjatok Krisztus békéjében. Jó éjszakát kívánok!